Az általam használt NordVPN adatbázisban több olyan objektum is megtalálható, mely az eredetiben nincs benne. A kész alkalmazást a fő kapcsolótábla űrlap vezérli, innen lehet elérni a fő funkciókat. Foglalkozzunk akkor a NordVPN adatbázissal. Először is azt szeretném megmutatni önöknek, hogy az egér mozgását egy sárga kör mutatja, az kíséri, ami segítségül szolgál abban önöknek, hogy pontosan lássák, hogy merre járok a képernyőn. A bal gombbal történő kattintást egy piros tripla kör fogja mutatni, illetve aminek most nincsen szerepe, a jobb gombbal történő kattintást, az pedig egy kék tripla kör jelzi majd a képernyőn. Indítsuk el tehát a fő kapcsoló tábla űrlapot, amely tulajdonképpen vezérli az adatbázisunkat. Ezt beállíthatjuk úgy is, hogy ő legyen az induló az alkalmazásban, az induló objektum az alkalmazásban. Az űrlapok tulajdonképpen közvetlenül a táblákkal vannak kapcsolatban. A jelentések általában egy lekérdezés, a jelentések mögött általában egy lekérdezés áll, amely fogja a jelentés eredményét szolgáltatni, és nyomtatott vagy pedig képi formában megjeleníteni. Először hívjuk meg a nyomógombok közül a kategóriák nyomógombot, erre megjelenik a kategóriák űrlap. A kategóriák űrlap adatai, mint ahogy az előbb mondtam, a kategóriák táblából származnak. Na most, ha megnézzük a következő programot, amelyet később fogok bemutatni, hogy honnan lehet letölteni és hogyan működik, ő most már az SQL szerverrel van kapcsolatban, és itt is láthatjuk, hogy a sémán belül az adatbázisnak 11 táblája van, és a 11 táblából a kategóriák táblát, ha megkeressük, akkor lehet látni, hogy milyen mezők vannak benne, ugye fields mezőnév, akkor meg lehet nézni, hogy mi az a kulcs, az elsődleges kulcs, a kategória, a kulcs, és van-e benne külső kulcs, nincsen benne külső kulcs, és itt tovább van-e rendezés, egyedi, tehát hogy indexeket lehet-e megadni, van-e benne DDL, tehát SQL parancsok vannak-e benne megadva, természetesen vannak, mert ugye amivel létrehoztuk a táblát, azok a parancsok itt mind benne vannak, tehát ez egy igen részletes és teljes körű információt adó program, amelyben adatokat is lehetne bevinni, tehát innen a meglévő adatok körét, a rekordokat, az adatrekordok számát lehetne növelni, csökkenteni, lehetne módosítani, tehát minden egyes olyan műveletet el lehetne végezni, és itt rengeteg lehetőség van, amelyet a tulajdonságokat meg tudjuk nézni, amely egyébként a normál Access-ben is rendelkezésre áll. Az adattípusok is megjelennek, sokkal többféle adattípus van egyébként ebben a programban, mint ami a Access-ben megtalálható, erről is lesz szó a későbbiekben, és egy csomó-csomó funkció, ami a számunkra fontos lehet és érdekes lehet. Ha összevetjük és megpróbáljuk egymás mellé helyezni a két programot, akkor lehet látni, hogy végül is ugyanazok az adatok vannak benne, pláne hogyha én a táblákkal hasonlítom össze, vagy a kategóriák táblát nyitom ki, amiből dolgozik, akkor lehet látni, hogy és tervező nézetben megyek át, akkor ugyanazok az adatok fognak megjelenni benne. Ja igen, tehát most jelzi, hogy meg van nyitva egy űrlap hozzá, ami miatt ezt nem engedi, hogy átváltsak, de ugye a teljes nézetbe megyek, akkor itt láthatók ugyanazok a mezők, amik itt ebben a
programban is látunk. Úgyhogy érdekes és nagyon hasznos. Én ezt sokkal jobban szeretem, mint a Microsoft által hozzáadott programot, amelyet szintén meg fogunk nézni és be fogok mutatni, nem teljes részletességgel, csak éppen annyira, amennyire most nekünk szükségünk van a feladatunk megismeréséhez. Sokan megkérdezhetik tőlem, hogy azt a rengeteg információt hogyan lehet megjegyezni. Erre is gondoltam, a lemezen elhelyeztem egy PDF állományt és egy videó állományt VMW formátumban, amely vetíthető módon bemutatja azokat a dolgokat, amelyekről itt szó lesz. Mutatom, hogy hol található. A VMW fájlt, hogyha megnyitjuk, akkor ugyanaz található benne, mint a PDF állományban. A PDF állomány az egy tulajdonképpen egy e-book, amely mindenki számára olvasható módon tartalmazza az információkat. Azért helyeztem el egy vetítő fájlt is, mert így még szemléletesebb a tanulnivaló. Ezen nincsen szöveg, csak a lényegi tartalom van összefoglalva, de lépésről lépésre ugyanazokat a információkat nyerhetjük ki belőle, tehát hogyha itt megállunk például, akkor a célkitűzést, amit kitűztem magam elé, azt itt olvashatjuk, és így tovább minden egyes lényeges információ megtalálható benne a filmen is, illetve az e-bookban. A következő, amire föl szeretném hívni a figyelmet, hogy lesz egy olyan mappa, amelyben a szükséges és fontos telepítendő, illetve munkaállományok találhatóak meg. Ezekről mindegyikről fogok szólni, hogy melyiknek mi a szerepe. Így összegyűjtve ez is könnyebbé teszi a munkát a felhasználó számára. Nem kell külön egyesével letöltögetni őket, hanem minden megtalálható benne. Még akkor most innen folytatjuk. Kattintsunk a szállítók gombra. Erre megjelenik a szállítók űrlap, amely a szállítók tábla adatai tartalmazza, valamint két lekérdezés eredményét is szolgáltatja ennek a két gombnak a meghívásával. Nézzük meg a SQL szerveren lévő tábla adatait. Itt láthatjuk a mezőket és a legfontosabb információkat, és azt is vegyük észre, hogy alul ezen az üzenet soron a megnyitott objektumok szépen megjelennek, és tudunk közöttük váltani, tehát ahány objektum meg lett hívva, azok itt mind meg fognak jelenni. Majd a terméklista űrlapot láthatjuk, amely egy lekérdezés eredményeként áll elő, és a termék hozzáadása gombbal a termékek tábla jelenik meg, a termékek tábla adatait láthatjuk tulajdonképpen. A termékek tábla adatai innen is elérhetőek, így néz ki. Legfontosabb információk, a mezők, amelyeket itt láthatunk, adattípusok, nem nulla értékeket megengedünk, vagy nem engedünk meg, egyediek, stb. Tehát melyik az az elsődleges kulcs, melyik mező az, és így tovább, illetve hát a táblát létrehozó lekérdezés, create table, ami itt látható. A termékek tábla, mint az előbb láttuk, más űrlapból is meghívható. Ezt az adathalmazt még egyszer nem mutatom meg. A rendelések tábla
még eddig nem került bemutatásra. Nézzük meg ennek a adatait. Rendelések tábla, tehát ezekből a mezőkből áll, rendeléskód az elsődleges kulcs, és így tovább a szokásos információkat láthatjuk. Az adatokat, ha megnézzük, ebben elég sok adat van, amelyeket most betölt a rendszer, tehát most hozzáfordul ugye az SQL szerverhez, és az ott lévő adatokat tölti be. Soha ne felejtsük el, hogy amit itt látunk, az nem az adott kliensgépen lévő adathalmaz, hanem a szerveren lévő adathalmaz, és hát ez 830 rekord, aminek a betöltése azért időt vett igénybe. Most mindkét program az én gépemen fut, tehát a szerver is és a kliens is a gyakorlati életben ez természetesen nem így működik, hanem általában interneten keresztül van egy adatbázis szerver, és ahhoz férünk hozzá a kliens programból, nevezetesen a Microsoft Access-ből. Számla nyomtatással az aktuális nyomtatóra most nem fogok foglalkozni. Ezután következnek a jelentések, amelyek, ne felejtjük el, mindig valamilyen lekérdezésen alapulnak. Háromféle jelentést lehet készíteni. Nézzük az elsők, alkalmazottak forgalma országonként. Kér egy kezdő és egy végdátumot. A kezdő dátum 94. augusztus 10, és a végdátum az 96. június 5 között kell legyen. A formátum az ebben a formában megadható. Ennek eredményeképpen ő legenerál egy jelentést, amely jelentést, azt, ha megnézünk, akkor így néz ki. Kicsinyített, illetve nagyított formában. Ha szépen megnézzük, akkor ezeket az információkat mutatja. Megnézhetném tervező nézetben is, de most nem akarom nyomtatni, hanem akkor nyomtatási kép bezárása után lehetne azonnal tervező nézetben, ha tudom, hogy melyik jelentésről van szó. Tehát, hogyha a jelentéseket megkeresem, ugye, alkalmazottak forgalma, itt látható, országonként, ez az a jelentés, ha ezt tervező nézőben nyitom meg, akkor látszik, hogy néz ki. És ha megnézzük a rekord forrását, akkor ez az alkalmazottak forgalma országonként nevű lekérdezés. Következő a forgalom összegzési érték szerint jelentés, mely szintén megtalálható a, természetesen a jelentések között, és egészen biztosan őneki is az alapja egy forrása, egy lekérdezés, és a forgalom kategóriánként, amely egy kicsit több adatot igényel, adatoknak az összegyűjtését igényli. Remélhetően megtörténik az adatok megtalálása. És hát észrevehetjük, hogy természetesen nyomtatni is lehet innen. Végül, de nem utolsó sorban, nézzünk meg egy lekérdezést, a 17-es számú lekérdezést, amelynek neve gyors teljesítés. A lekérdezés lényege az, hogy ez egy egytáblás lekérdezés, lényege az, hogy 3 napon belüli szállítás történjen. Tehát a rendeléstől számítva 3 napon belül szállítsák ki a megrendelt árucikket. Na most, hogyha ezt megnézzük
az alkalmazásunkban. Ezt megkeressük ezt a lekérdezést, 17-es számú lekérdezés. Akkor következőt vesszük észre, itt ugyanúgy megvan a SQL parancs, sőt, ugye egy csomó mindenre van lehetőség, szerkeszteni is tudjuk természetesen. Egy fájlba le tudjuk menteni a parancsot, sőt van egy külön editor, egy SQL editor, amelyet ha meghívunk, akkor itt történik gyakorlatilag a szerkesztés, itt megjelenik a kurzor, és itt már lehet szerkeszteni a lekérdezést, tehát itt beavatkozhatok magába lekérdezésbe. Tulajdonképpen a SQL lekérdezéseimet, amikor egy külső adatbázisból dolgozok, ezzel az SQL editorral végzem, készítem, és hát van egy csomó beállítási lehetőség, amelyek itt vannak, innen érhetőek el. Azt gondolom, most nekünk ezzel különösebben nem kell foglalkoznunk, de jó, hogyha tudjuk, hogy ez a lehetőség mind-mind adott ebben a programban.